Isten békével köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Az Úr kegyelméből minden szerda este egy bizonyos témakörről elmélkedünk, ezt megszokhatták most már az elmúlt években, és ebben a negyedévben a sáfárkodásról, az anyagiakkal való foglalkozással, kezelésről beszélgetünk, hogy mit jelent sáfárkodni, és úgy, ahogy minden beszélgetés alkalmával ma is szót ejtünk arról, hogy a főcím alapján mit jelent sáfárkodni addig, ameddig a gazda vissza nem tér. A mai beszélgetésünknek a címe mennyei kincsek gyűjtése. Istennek igéjét olvasom a Márk evangélium a 8. fejezet 36. versétől, amely alapgondolatul szolgál a beszélgetésünk során, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Ha kíváncsiak ennek az igeversnek az értelmezésére, magyarázatára, és arra, hogy mit jelent és hogyan lehet mennyei kincseket gyűjteni, kérem tartsanak velünk ma este is. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Magó Zsolt Áron lelkipásztort, Isten hozott a kereszt utadásába. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Jankó Benyámin Szilárd lelkipásztort, Isten hozott közöttünk. Köszönöm. Jó veletek együtt lenni, és jó erről a témáról beszélgetni, mert azért ismerjük el azt, hogy ezen a földön mindenki igyekszik valamilyen formában kincseket gyűjteni. Most már a nagy kérdés csak az lesz, hogy melyiket éri meg, a földit, vagy mennyiben beszélhetünk a mennyei kincsek gyűjtéséről. A bevezető gondolatokban próbáljuk meg megfogalmazni újból, hogy mit jelent sáfárkodni, és miért addig kell, vagy addig érdemes sáfárkodni, ameddig a gazda vissza nem tér. Nagyon érdekes ez a bibliai kép. És azt veszük észre, hogy a gazdálkodásnak a gondolata a legtöbbször azokban a példázatokban jelenik meg, amelyek az Úr Jézus Krisztusnak, hiszen ő a gazda mindig Jézus Krisztusra utal, az ő visszajövetele jelenik meg. És itt tudjuk megérteni azt, hogy a gazdálkodás az valójában egy lelki kifejezése annak a keresztény embernek, aki készül és várja az ő megváltóját, az ő üdvözítőjét, a királyok királyát, hogy utána jöjjön. És ezért minden, ami valójában ebben a témakörben felmerül, az valójában a mi lelki készülésünket kell, hogy jelentse. És nem annyira egy ilyen pénzbefektetési tanácsadást szeretnénk nyújtani, hanem megérteni azt, hogy miközben a mindennapi életünket éljük, nem szabad elfelejtkezni arra, hogy Jézus hamarosan visszajön, és adja a Jóisten, hogy hűséges szolgaként, hűséges gazdálkodóként találjon bennünket üdvözítőnk. Amen. Egyértelmű a sáfár azt jelenti, ugye, hogy nem a saját birtokát, vagyonát, csak kezeli, vagyonkezelőnek nevezhetnénk, azt, ami nem az övé. Ezt nem szabad elfelejteni, amennyiben úgy gondolkozik, hogy az az övé, az nem sáfár. A sáfár az nem gazdag, az csak egy ügyintéző, és mindent, amit felhalmoz, nem magának, hanem a gazdának teszi ezt. Ezért kell, amíg eljön, mert a sáfár azt is tudja, hogy számon lesz kérve. És keresztény értelemben ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy mi mindent kaptunk, és mindenért számot kell adnunk. Viszont én gondoltam egy ígére is, ami egy picit tovább megy ezen, hogy amíg, mert itt most nem tudom eldönteni, hogy tovább fogunk sáfárkodni, vagy csak a jutalmat jelenti. Azt mondja az ige, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Egyértelműen, hogy a hűséges sáfárt Isten többre is meg fogja bízni. Ez egyben, én úgy gondolom, hogy egyben jutalom is, meg a jutalommal való sáfárkodás is. Tehát az örökké való kincsekkel fogunk tovább sáfárkodni. Mindenki sáfár itt ezen a földön, vagy azért vannak olyan személyek, akik tényleg rendelkeznek valamivel,
mi az a helyzet az életben, ami kiváltja az emberből azt az érzést, hogy az, amivel rendelkezik, az az ő erejéből, az ő munkájának eredményeképpen érhető el, és ő azzal rendelkezik, és azt a dolgot úgy rendezi, ahogy ő akarja, mert az övé. Abban a pillanatban, amikor elfelejtkezik erről az alapvető bibliai igazságról, amit Benjamin az előbb említett, hogy mi mindent Istentől kapunk, minden az övé. Még akkor is, hogyha én azzal sáfárkodom, tehát kamatoztatom, a semmiből nem lehet valamit csinálni. De a sáfárnak a bölcsességet is, az erőt, az egészséget is a jó Istentől kapjuk. És ez az, ami meghatározza az, hogy ezt tudatosítom, tehát tudom az, hogy minden Istentől van, vagy tényleg megjelenik ez a kísértő gondolat, ami az énből ered, hogy van, amit én meg tudok valósítani önmagamból. És erre nagyon oda kell figyelni. Tehát ebben a pillanatban már, és nagyon sok ember hajlamos erre, tehát vannak bizonyos területek, ahol nem imádkozok, nem kérem a Jóistennek a segítséget, ezt meg tudom oldani én is. De ha valami nagy baj van, amikor már érzem azt, hogy tehetetlen vagyok, akkor kérem a Jóistennek a segítségét. De ez nem egy egészséges és egy nem szép kapcsolatról árulkodik Isten és ember között. És ezért tényleg legyünk nagyon figyelmesek ezzel kapcsolatosan. Általában akik a hétköznapi életben jól intézik, rendezik az életüket, azok a lelki életben is jól tudják intézni azt, amivel a Jóisten megáldotta őket? Mi is gyakorlatilag a fizikai életben és a lelki életben egyaránt a jó gazdálkodásnak, sáfárkodásnak a titka? Volt egy idő, amikor figyeltem a gyülekezetekben, hogy kik a gyülekezet vezetők és a presbiterek. Hogy a szegényebbek vagy a gazdagabbak. És érdekes, hogy nagyon sok gyülekezetben észrevettem azt, hogy akik jól forgolódnak a hétköznapokban, azok elég jól forgolódtak a lelki dolgokban is. Persze, hogy ez nem kötelező, sőt, én inkább úgy mondanám, hogy aki jól menedzseli az életét a mindennapokban, jó esélye van arra, hogy a lelkiekben is ezt tegye. És találtam igéket is erre. Az egyik azt mondja, hogy aki nem tudja igazgatni a saját házát, az nem igazgathatja az Isten egyházát sem. A másik pedig az egyik példázat végén azt mondja Jézus, hogy ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincseket. Tehát minthogyha egy kis kapocs lenne a kettő között, viszont a lelkiség az nem zárja ki a gazdagságot. Tehát talán Ellen White is azt mondja, hogy ha egy gyülekezetnek választani kellene egy gazdag ember között és egy lelki ember között, akkor a lelki embert válaszza, mint gyülekezetvezetőt. Nagyon érdekes a kérdésed, hogy valójában mit is jelent a jó gazdálkodás, úgy fizikai, mint lelki értelemben. És itt nagyon érdekes, hogyha észrevesszük azt, hogy a jó gazdálkodás nem áll csak munkából, nem áll csak tudásból, hanem egy összetett tényező. Tehát valaki hiába dolgozik, hogyha azt nem tudja értékesíteni, akkor tönkre megy a munkájának a gyümölcse. Tehát valójában ugyanígy vagyunk lelki értelemben is. Nem elég, hogyha valaki csak ismeri a Bibliát. Azt tudnia kell alkalmaznia is. Azt tudnia kell megélnie is az emberekkel való kapcsolatában. És ez a kifejezés, hogy gazdálkodás nagyon szépen magába foglalja ennek a kérdésnek az összességét. Maradjunk még egy néhány gondolat erejéig a földi kincsek, megélhetőségek gyűjtése gondolatköre körül. És mivel láttuk azt, hogy bizonyos értelemben azok, akik a hétköznapokban tudják intézni, rendezni, vezetni az életüket, a lelki életben is úgy ráéreznek, hogy mi az, ami helyes, mit kell tenni, vagy jobban megadatik számukra ez. Persze nem kizárt, hogy azok, akik esetleg egy hanyagabb, rendetlenebb életet éljenek, ők is ne legyenek lelkesek, vagy hűségesek a Jóistenhez. Viszont visszatérve a földi élethez, a mindennapokhoz, egyre több olyan előadást lehet hallani és nézni,
televízióban, interneten motivációs programokat követni, melyek arról szólnak, hogy ebben a földi életben mit kell tenni, és hogyan kell tenni a legkevesebbet azért, hogy a legtöbbet el tud érni. Néha hallunk olyat is, hogy hát most már a kétkezi munka, a nehéz fizikai munka helyett lehetne végezni olyan munkát, ami más természetű, és szinte munka nélkül is egy néhány órát számítógép előtt töltve több száz eurót vagy 1000 eurót is lehet keresni. Rengeteg ilyen reklám jelenik meg az interneten, és az a generáció, ami most nő fel, egy ilyen életszemléletet próbál, vagy sajátít el lassacskán, és mire felnő, akkor nem is gondolkodik a kétkezi munkában, nem gondolkodik más jellegű munkában sem, ami esetleg értelmi hozzájárulással, de leterhelést jelent, hanem egy olyan fajta megközelítés, szemléletet vállalnak fel, amiben keveset kell tenni, és a lehető legtöbbet lehet elérni. Hogy van ez az életben? Tényleg így van? Tényleg ilyen buták lettek volna az elődeink, és nem tudtak gazdagon, jó módban, sok kincsel, sok pénzzel rendelkezni, mert nem tudták, hogy hogyan lehet ezt elérni rövid távon, kevés befektetéssel. Honnan jön ez a modern szemlélet, és helyes-e? Én megkérdeztem egyszer egy ifjút, hogy mit kezdesz az életeddel, és azt mondta, hogy a pénzem fog dolgozni, én nem fogok dolgozni. És kérdem, hogy honnan lesz pénzed? Ő egy szigeten lesz, és a pénzem majd dolgozni fog. Hát egyelőre nem is dolgozik, de nincs is a szigeten, itthon van. Én nem tudok pontos választ adni, mert sosem próbáltam ki ezeket. Hogy belehallgattam előadásokba, és kaptam jó gondolatokat, az egy dolog. Viszont nem olyan rég az egyik ismerősöm írt, hogy 60-valahány ezer eurós autót nyert. És akármit kérdeztem tőle a családjától, ugye üzeneteket váltottunk, mindig az üzletről beszélt. És akkor gondoltam, hogy fel tudom hívni, hogy halljam, hogy tényleg vele beszélek, vagy nem, és akkor bizonyosodott be, hogy igazából feltörték a kontját, és valaki engem próbál egy tisztességtelen, egy oldali üzletbe behúzni. Én azt mondom, hogy sok mindent, mint jó gondolatot találhatunk, viszont vigyázni kell a Biblia jelvekre. Én is prédikáltam erről, de a bibliai elvekre nagyon vigyázni kell. A Biblia nem beszél gyors meggazdagodásról, hanem fokozatos, lassú meggazdagodásról, arról az üzletvonalról, amit úgy nevezhetnénk, hogy nyerő-nyerő. Tehát mind a két oldal nyer. Ez a másik, a gyors meggazdagodás, ez a nyerővesztő üzlet, hogy ő azon gazdagszik meg, aminél leszegényedek. És ezt a Biblia nem tolerálja, sőt veszélyesnek is találja. Biztos, hogy működik, hiszen én is, és lehet, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknek sikerült ezt megvalósítani. Azonban én sokkal fontosabb kérdésnek tartom azt, hogy vajon ez mindenkinek sikerül-e. Például tudjuk azt, hogy a Holdra fel lehet jutni, de hogy feljutunk-e mindannyian oda, az biztos vagyok benne, hogy nem. És úgy, ahogy Benjamin említette, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez tényleg egy számomra kijelölt út. És a kérdésben elhangzott az, hogy vajon az elődeink butábbak voltak, vagy nem voltak olyan okosok, mint mi. És itt egy picit, hogyha összehasonlítanánk a mai társadalmat az akkorival, talán akkor nem volt annyi lelki depressziós beteg, mint most. Hiszen ezeket a rózsaszín álmokat kertgetni az életben, amiket soha nem élsz, nem valósítasz meg, ez akarva akaratlanul kiégést eredményez. Míg a munka, amit a Jóisten ad áldásként, minden nap dolgozol, megvannak a mindennapi sikerélményeid, ez ad az életednek egy tartást. Én nem tudom irigyelni azokat az embereket, akik dolgoznak, és van ez a mondás például a méhészeknél, hogy
nem húzzuk meg a vonalat csak az év végén, hanem teljesen belebetegednél, ha minden nap néznéd azt, hogy mennyit hordanak a méhek, vagy mennyit nem. Az egyik nap ördvenc, a másik nap el vagy keseredve. Nem. De azért, hogy egy év végén tudja csak azt, hogy a munkádnak milyen mértékben van sikere, ehhez képest azok a mindennapi munkának az örömei jelentik azt, amire minden embernek szüksége van. Végül is rendelkezzen az ember kevéssel, vagy még kevesebbel, vagy többel és még többel, megfigyelhető az, hogy van egyfajta igazságtalanság a földi létben, amelyben egyesek becsületesen, szorgalommal, komoly hozzáállással, nehéz munkával, kitartással, észszerűen is sokat dolgoznak, és mégis nem tudják legyűrni az életnek azon nehézségeit, amelyek ebben a megdrágult világban, környezetben kialakult. Ellentétben egy bizonyos réteggel, amely nem mondom, hogy nem teszi meg ő is az övét, de sokkal kevesebbet, másféleképpen, és sokkal nagyobb eredménnyel, sokkal jobb megkifizetéssel, megfizetődő munkával tud megélni. És létezik ez a nagy különbség a társadalomban, hogy ez minek köszönhető, ki lehet ebből lépni, miért van ez az igazságtalanság, hogy Isten miért engedi ezt meg. És most nem azokról beszélünk, akik nem szeretnek dolgozni és nem terveznek, hanem azokról, akik, mert tudjuk azt, hogy van egy ilyen csoport, akik azért szorgalmasan hozzáállnak a mindennapokban a megélhetőséghez. Az én megfigyelésem szerint, aki két kézzel szerzi meg a kenyerét, és tisztességes úton nem dúsgazdag, de nem szegény. Tehát egy tisztességes életszínvonalat tud biztosítani a családjának. Ez az én meglátásom. Aki elszegényedett, annak lehet, hogy vannak más, amiket mi nem tudunk, nem értünk, vagy igen, problémái. Viszont ez tény és való, hogy a kétkezi munkát inkább felváltja lassan az értelmi munka, a passzív jövedelmek, az automatizálás, tehát többet elérni gépekkel, mint két kézzel. Miért? Egyszerűen azért, mert időt igényel, korlátolt az az ember, aki két kézzel szerzi a munkát. Nem tud 24 óra alatt 42 órát dolgozni. Tehát egyszerűen lehetetlen. Létezik ez a korlát, és akkor 24 óra alatt fel kell osz a pihenés, munka, és így tovább. Kérdésedben megjelent az a gondolat, hogy ki lehet ebből lépni. Jelenleg nem. Emberi szempontból nem lehet kilépni, hiszen maga a Szentírás mondja Jézus Krisztus szavait, idézve vagy feljegyezve, hogy szegények mindig lesznek közöttünk. És valójában rá kell döbbenni arra, hogy ez a igazságtalanságnak nevezted, és akár nevezhetnénk annak is, és elfogadhatjuk ezt a kifejezést, ez együtt jár a bűnös földi élettel, ahol az embernek mindig, minden formában mindig csak maga felé hajlik a keze, és nagyon nehéz, vagy nagyon könnyen elfelejtkezik a másikról. És ezért figyelmesek kell legyünk arra, hogy valójában ez az isteni áldás, ez a munka ne váljunk annak a rabjává. Például beszélünk itt, hogy mi az, ami emberi. Visszaemlékszem egy kedves ismerősömre, aki gyerekkorában nagyon sokat dolgozott. És ő elhatározta azt, hogy tanulni fog és orvos lesz, hogy ne kelljen többet dolgoznia. És amikor orvos lett, akkor pedig vett magának egy darab földet, és elkezdett megint dolgozni most a munka vagy a dolog alatt, értsük a fizikai munkát és az értelmi munka közötti különbséget. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogyha valaki tényleg még ezt az életformát is választja, hogy szeretné azt, hogy a pénz dolgozzon neki. Jó, de hogyha nem talál magának munkát, és csak azt hiszi, hogy a semmit tevésből most fog élni, biztos, hogy az életét tönkreteszi. Az éremnek a másik fele, amit fontos elmondani, az az, hogy
talán akik előbbre tudnak lépni az életben, talán akik egy üzleti vállalkozásban rengeteget dolgozva megtalálják azt az utat, hogy fejlődni tudjanak anyagiakban is, azért oda nagyon sok munkára van szükség, nagyon sok értelmi befektetése van szükség, nagyon sok hozzáállásra, és ugye ebben a helyzetben, amiben egyesek nem találják meg ezt az utat, mások megtalálják, ott van az emberi család, és mindenki valamilyen szinten döntést hoz az élete felől, és ezért szoktuk mondani és szoktuk ajánlani, főleg amíg az ember fiatal tinédzsereknek, hogy mennyire jó egy elméleti tudást szerezni, mert mindennek megvan az ideje, amit aztán gyakorlatba is lehet ültetni, és minden végül kötődik egyik a másikához. Viszont úgy az egyszerűbb ember életében, mint a tehetősebb ember életében, ugyanaz a csapda, ugyanaz a kísértés megvan, amire az Úr Jézus Krisztus utalt az alapigében is, amelyet még egyszer olvasunk, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval, avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért. Hogyan lehet érvényes ez az ige minden emberre, és mit akart mondani az Úr Jézus ezzel a kijelentésével? Mindenek előtt tudnunk kell azt, hogy Isten arra tanít bennünket, hogy dolgozni kell. Bibliai gondolat, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Azonban nagyon oda kell figyelni arra, hogy a munka az ne váljon a mi Istenünké. Ne az anyagi világ kösse le a figyelmünket, és legyen az életünknek a fő célja. Igenis, dolgoznunk kell, ennünk kell, ruházkodnunk kell, fedél kell legyen a fejünk felett, meleg kell legyen az otthonunkban. Biztosítani kell önmagunknak és a családunknak mindazt, amire szükségünk van. Azonban, ha nem találjuk meg azt az egészséges határvonalat, ami nem lesz a mi lelki kárunkra, akkor boldogok lehetünk. Ha azonban ezt a határvonalat mi átlépjük, onnantól kezdve már sodort bennünket az a bibliai kifejezés, amelyben a Jóisten a pénznek a szerelméről beszél. Tehát nem beszélünk a munkának vagy a pénznek a rossz voltáról, hanem akkor, amikor valaki már ilyen vodkalkoholik lesz, a munkának a megszállottja, vagy pedig a pénzének a megszállottja. Tudnánk-e olyan bibliai példákat említeni, amelyek azt bizonyítják, hogy vannak olyan esetek, amelyekben sem egy lelki életet nem tudott élni az illető, illetve a világ dolgait sem tudta magának megszerezni? Nekem igazából olyan személyek jutnak eszembe, akik mind a kettőt meg akarták szerezni, és végül mind a kettőt elveszítik. Tehát általában a Bibliában azok a személyek, akikről látjuk, hogy kétfele sántikálnak, és mind a kettőbe kapaszkodnak, azok mind a kettőt elveszítik. Például a tékozló fiú elég bátor ahhoz, hogy kilépjen az atyai udvarból. De a nagyobbik nem. Viszont a szíve neki is valahol ott volt, csak nem volt elég bátor ahhoz, hogy megtegye ezt a lépést. És utána látjuk, hogy végül csak elmegy az atyai háztól. Eszembe jutott Annás és Safira, akik ugye eladták a földet, mindent Istennek akartak, neki is ígértek, viszont végül egy kis részt megtartottak, és elveszítették mind a kettőt. És még sorolhatnánk Bálám, Géházi, Júdás, ilyen személyek, akik, hát összesítve még egyszer, akik mind a kettőt szeretnék, és végül egyiket sem tudják megfogni. Jézus Krisztus megfogalmazta az életben, az életre vonatkozólag azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, és hova érdemes gyűjteni, azt mondja a Máté Evangélium a 6. fejezet 19. versétől, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Milyen ez a mennyei kincs? Melyik az a fajta kincs, amit a mennybe lehet gyűjteni, ahol nem megy kárba, ami mondhatni örökre megmarad. És mit jelent az, hogy ahol van a mi kincsünk, ott van a mi szívünk is? Nagyon érdekes ezt a gondolatot jól-jól megemészteni és elgondolkodni rajta,
hiszen valójában ez a szív helyzete, hogy hol található, valójában kifejezi azt a kapcsolatot, aminek léteznie kell Isten és közöttünk. És nagyon érdekes például megfigyelni azt az emberi magatartást, amikor említeném ugyanezeket az embereket, akik ebbe a csoportba tartoznak, hogy kétfelé sántikálnak. Tehát dolgoznak, a Jóisten megáldja őket pénzzel, de úgy érzik, hogy ezzel a pénzzel megvásárolhatják az Istennel való kapcsolatot, vagy akár az üdvösséget is. És nagyon jótékonyak, segítenek, adnak másoknak. De nem teszik fel a kérdést, vagy nem vizsgálják meg önmagukat, hogy vajon ezt tényleg tiszta szívből teszik, vagy csupán egy ilyen kötelezettséget éreznek. És valójában a Szentírás ezt a kincset az emberi jellemként említi. Tehát az, amit mi építünk, amit nevelünk nap mint nap, hogy milyen jellemmel rendelkezünk, valójában ez az, ami megmarad az örökké valóság számára. És itt a jellem mutatja meg azt, hogy hogyan dolgozom, hogy hogyan viszonyulok a pénzhez, hogyan viszonyulok más emberekhez, és valójában ez határozza meg azt, hogy ebben a bibliai gondolatban én hová gyűjtöm a kincseket. A földön, amit a rozsda és a moly megemészt, vagy pedig az örökké valóságban, ami megmarad. Szeretném, hogyha egy néhány perc erejéig megvizsgálnánk élettörténeteket, élettapasztalatokat, amelyeket a Szent Igében is megtalálunk, és ezekből értenénk meg azt, hogy mit jelent a mennyei kincsek gyűjtése, illetve lehet, hogy lesznek negatív történetek is, amelyek az életnek a másik oldalára mutatnak rá. Noéról azt olvassuk, hogy kegyelmet talált az Isten előtt, és egy olyan életet élt, egy olyan élet volt az ő élete, ami teljes mértékben az Isten akarata szerint történt, és Isten ezért kiválasztotta. Milyen értelembe fektetett ő be a mennyei kincsekbe, és mi vezette Noét abban, hogy ne kételkedjen a Jóisten ígéreteiben, úgy, ahogy kételkedtek a vele egy generációt képező emberek. Hát már mielőtt elkezdődne ez a történet, úgy mint Jobb esetében is hasonlóan olvassuk, hogy az ige előre megfogalmazza, hogy ki volt Noé. Tehát azt mondja, hogy a vele egykorúak között Noé egy tökéletes, Isten szíve szerint való ember volt. Noé mennyei kincset gyűjtött, azt látjuk, hogy minden erőforrását ugye 120 éven keresztül arra fordította, hogy az Isten akaratát teljesítse. Noha ő azt nem tudta, hogy most 120 évig kell, mert Isten ezt nem mondta meg előre, mi ezt utólag tudjuk. Olyan környezetben, amikor az emberek teljesen kinevették, mert esőt addig nem láttak. És te egy bárkát készítsél, akkor, amikor a földet csak a köd és a harmat öntözte, hát minden oka meg lett volna Noénak is, hogy kételkedjen, viszont ez jelenti a mennyei kincset gyűjteni, mikor függetlenül a külső hatástól neked egy érdekeltségi köröd van, keresd először az Isten akaratát, az Isten országát, és a többi az megadatik neked. Nagyon fontos észrevenni, hogy a Jóisten Noét, vagy a hozzá hasonló embereket hívja el. Mert akik már az életükben a Jóistent keresik, az ő akaratát, a neki való engedelmességet, ők készek arra, hogy az életüknek ezt a nagyon határozott változását felvállalják. Hiszen az Isten követése az mindig egy életváltoztatást követel. És nagyon sok ember ezt nem tudja felvállalni. Az Úr Jézus Krisztus is utalt Noéra, és úgy olvassuk a Máté Evangélium a 24. fejezet 37. verséből, amiképpen pedig a Noé napjaiban vala aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mi volt a Noé napjaiban élő embereknek a tévedése? Mit jelent igazából ez a hasonlat az Úr Jézus Krisztusnak, hogy amint akkor volt, most is így van? Mármint
utalva. Jézus Krisztus meg is említi, hogy azokat a hétköznapi dolgokat, az, hogy ettek, ittak, házasodtak. Nagyon nehéz sokszor elgondolkozni azon, hogy vajon Jézus negatív értelemben használja ezeket a hétköznapi példákat, vagy csupán rá akar világítani arra, hogy miközben tesszük azt, amit tennünk kell, mert ez hozzátartozik az életünkhöz. Pontosan elfeledkezünk arról, amiért kell azt tennünk. Igen, eszünk, iszünk Isten dicsőségére. Házasodunk azért, hogy betöltsük Isten akaratát. Azonban amikor elveszítjük ezt a szemünk elől, és az evés-ivás csak egy önző érdekből történik, amikor a megházasodás is már csak azért, hogy megfeleljünk a társadalom elvárásainak, ezek már mind-mind azt fejezik ki, hogy mi Istenről elfelejtkeztünk. És úgy érzem, hogy Jézus Krisztus erre helyezi a hangsúlyt. Vigyázzunk, miközben éljük a mindennapi életünket. Ne felejtkezzünk el arról, hogy Jézus hamarosan visszajön. Ami jelenti nem csak a vele való találkozásnak az örömét, de jelenti az ítéletnek az óráját is, amikor számot kell adni, hogy milyen sáfárok voltunk az életünk során. Úgy látom, hogy nagyon sok érv, bizonyíték ott volt a kezükben. Ugye az édenkert ott volt, az özönvízi. Szinte a generációk érték egymást a Noé idejéig, és minden okuk meg lett volna, hogy higgyenek, és mégis itt az íge azt mondja, hogy egyrészt túlzásba estek, a másik, hogy semmit nem vettek észre. Félretették az isteni bizonyítékokat. Az akkori nemzedék nem mérte fel, nem értette meg, hogy az ítélet idejét élik. Talán ma is elmondható ez, hogy egy olyan szabados világban élünk, amikor az ember nem gondol arra, hogy ítélet alatt lehet az élete. Mi ennek az oka? Miért történhetett meg akkor, és miért történik meg ma? Amikor az ember a saját életének a rabjává válik, tehát éli az életet, de ez tölti be az életének a célját. Onnantól kezdve ezek a bibliai kinyilatkoztatások, mint például az ítéletnek a napja, a számadás, hogy sáfárok vagyunk, mindent Istentől kaptunk, mindenért számot kell adnunk, ezek úgy teljesen a háttérbe kerülnek. Ha én valósítok meg mindent, akkor nem kell számadással tartozok senki irányában. És ezért alakul ki az, hogy a mai ember, minden időknek az embere olyan könnyen elsodródik Isten jelenlététől. Mi volt Noénak a titka? Miért tudott Noé egy olyan életet élni, amely kedves volt a Jóisten előtt, ellentétben a másokéval? Hogyan élhettünk mi is meg egy olyan eredményes életet, mint Noé? Mózes első könyve 6. fejezetének a 9. verse jegyzi fel azt, hogy milyen volt Noé. Benjamin már említette azt, hogy tökéletes volt, azonban van ott még egy kifejezés, ami engemet különösen megragadott, hogy Istennel járt vala. Tehát az Istennel való járás eredményezi a tökéletességet, és eredményezi azt az életformát, ami biztosíthatja azt, hogy sáfárokként, gazdálkodóként mindent Isten akarata és dicsősége szerint tudjunk tenni. Hogyha egy másik élettörténetet vizsgálunk meg, Ábrahámról lévén szó, azt látjuk, hogy a mennyei kincsekre való odafigyelés az ő életét is teljességgel megváltoztatta, mert mindenben Istenre hagyatkozott. A Mózes első könyve 12. fejezet első két verséből azt olvassuk, és mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Hogy is tehette meg Ábrahám ezt a lépést, és hány éves volt, amikor ezt megtette, tervezhetette még előre az életben? Egy kicsit vizsgáljuk meg az ő élethelyzetét. Én úgy találtam, hogy 75 éves korában hívtál a Jóisten, és egy ígére alapozók, ami a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében találunk, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám. Tehát
Valószínű, hogy a képlet az ugyanaz, amit Zsolt is említett Noéval kapcsolatban, hogy Ábrahámnak erre volt a hajlama, ebbe fektetett időt, ez foglalkoztatta napi nap, és akkor a Jóisten el is hívta őt, és hitáltal engedelmeskedett, anélkül, hogy látta volna, hogy hova kell menni, mit kell végrehajtania. Azt mondja Ellen White is, hogy feltétel nélkül engedelmeskedett. Ez a hit egyik legcsodálatosabb bizonyítéka. Nagyon érdekes ebben a történetben észrevenni azt is, mert ez az egyik olyan bibliai példa, amikor az isteni ígéret, az isteni áldás, az nem úgy teljesedik be, hogy az ember elvárná. Igen, tehát Ábrahám hosszú éveken, évtizedeken keresztül megy, megtapasztalja a Jóistennek az áldását, hiszen gazdagodik, de mégsem teljesedik be az, ami valójában az Isten ígéretnek a lényege volt. És ettől különleges Ábrahám. És itt kell megértenünk azt, hogy valójában az Isten ígéret nem csupán a földi gazdagságnak, vagy ahogy itt beszéltük, a hirtelen meggazdagodást jelenti, hanem igenis a keresztény ember az Istennel jár, és bízik abban, hogy igen, ezeket az ígéreteket, amelyeket a Szentírásban találunk, valamikor, amikor a Jóisten jónak látja, vagy az én hasznomat szolgálja, ezeket be fogja teljesíteni. És ha nem, én akkor is megyek tovább együtt járva Istennel. Ábrahám a mennyei kincseket kereste, hisszük, hogy meg is találta, és lehet, hogy a Jóisten nem kéri minden embertől azt, hogy hagyja el szülőföldjét, hazáját, és egy ilyen sátoros életet éljen. De lehet, hogy azt elkéri, vagy lehet, hogy arra megkéri az embereket, hogy hagyják el a bűnös szokásaikat, bűnös cselekedeteiket, egy olyan életmódot, életstílust, ami tönkreteszi a családot, ami tönkreteszi az egészségét, ami tönkreteszi a lelki életét. Ki lehet ezekből lépni? Mibe kapaszkodhat az ember akkor, amikor egy ilyen döntést kéne meghozzon az életében? Meg tudja-e tenni? Hát sokszor felületesen szoktuk mondani, mindenre van erőm az Úr Jézus Krisztusban. Ez igaz, viszont mi úgy szoktuk ezt használni, hogy más tanácsoljunk vele. De igazából talán emlékszem még, nagyon-nagyon régen voltam nálad egyszer, és beszélgettünk a szokásoknak a kérdéséről, és akkor is említettük, hogy igazából ezek adják meg az életünknek a kereteit. Tehát az életünk 45-50%-át majdnem a szokás tölti ki, és ez nagyon nehéz. Egyszerűen egy mód van rá, hogy így szoktam példázni, hogy lehet, hogy egy üres üveget, ha ide leteszünk, megszabaduljunk attól a levegőtől, rossz levegőtől, ami benne van abban az üres üvegben. Egyféleképpen, hogy megtöltjük vízzel. Megtehetjük azt, hogy átformáljuk a szokásainkat, és kialakítunk jó szokásokat, de úgy, hogy teljesen lemondjunk a szokásról, az képtelenség. Viszont fordíthatjuk a saját javunkra. Az elején nagyon nehéz, meg kell szokni teljesen más ízvilág, hogyha táplálkozásról beszélünk, de amikor már 10-1-ére eszi az ember, akkor kezdi megszokni. És meg lehet szokni a jót is. Pál apostol hangsúlyt fektet arra, hogy e földi létben fontos nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra fektetni a hangsúlyt. Márpedig mi egy olyan világban élünk, ahol általában azt könnyebb megtenni, amit látunk, ami a szemünk előtt van, ami tetszetős, és Évának is valamilyen szinten itt volt a gond, a probléma, a kísértés alkalmával. Pál apostol úgy ír, Korintusi második levél 4. fejezet 18. versében, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Miért nehéz világunkban még egy hívő embernek is olykor kitartani azok mellett a dolgok mellett, amelyek láthatatlanok, és nem azt szerint cselekedni, amelyek láthatóak?
A kérdésednek a súlyát igazán az adja meg, hogy most Ábrahámról beszélgetünk. És ahhoz, hogy megértsük Ábrahámnak a történetét, az, hogy Isten elhívja, hogy sátorban lakjon és a pusztában vándoroljon, tudni kell azonban, hogy a történelmi feljegyzések, az ásatások rámutattak arra, hogy Ábrahám már akkor minden bizonnyal gazdag ember volt, és nagyon jó körülmények között élhetett, akár emeletes házban is, amiben már abban az időben minden lehetett, ami a kényelmet biztosította. Tehát valamiről lemond azért, hogy valami láthatatlant tudjon elfogadni, vagy azon az úton járni. Azonban itt nagyon fontos, amit mond a Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy ezt hitáltal teszi meg. Tehát addig, ameddig nem rendelkezünk ezzel a hittel, ezzel a bizalommal, Isten mond valamit, megértem az ő igéjéből. És én nem látom még, nem tudom megérteni minden esetben annak a következményét, de hitáltal azt teszem, mert biztos vagyok benne, hogy ha Isten valamit kér vagy tanácsol, az a legjobb minden körülmények között. Nézzük meg egy másik személynek az életét és Lót tapasztalatát, hadd vizsgáljuk meg. Lótról több mindent elmondhatunk, több igét is olvashatnánk. A következőt olvasnám a Mózes első könyve 13. fejezet 10. versétől, vagy 10. versében. Felemeli azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mert minek előtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mint Szoráig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Miért is jelentős ez az igevers a Lót életére nézve, és próbáljuk meg egy kicsit elmondani, hogy milyen helyzetbe került Lót, milyen döntéseket hozott, és jók voltak ezek a döntések, vagy sem? Hát először is azt látjuk, hogy ugye ő Ábrahámmal tartott, vele együtt folytatja ezt a nomád életstílust, mind a ketten gyarapodnak, jószágra tettek szert, és már külön kellett válni, mert túl sokan voltak egy helyen, és mivel Ábrahám megadta neki ezt a lehetőséget, hogy tessék, akkor válasszál, ha bár fordítva illett volna, hogy Ábrahám válasszon, Lót a legtöbbet választotta, de nem a legjobbat. Hát a történetből most már látjuk, hogy nem a legjobbat. Tehát olvastuk azt, hogy olyan volt, mint az Éden kertje, Szodoma földje, tényleg minden adott volt, hogy gazdagodjanak, de hát ez lett végül a probléma, hogy ez a sok tétlenség valószínű, hogy hozta ezt a sok gonoszságot, problémát, amit végül később Lótnak át kellett élnie. Nagy tévedés volt az a Lót életében, hogy ő a jó környezetet választotta, az előnyös helyet, és hogyha lefordítanánk napjainkra, akkor azt a munkahelyet, amit könnyebben lehet teljesíteni, ami jobban kifizetődő, olyan környezetben élni, ahol jobbak a fizetések, kényelmesebbek a lakások, nagyobbak a lehetőségek. Gond van-e ezekkel a dolgokkal? Nem, egy igét nem mondtunk el. Az még az elején leírja az iga, hogy Sodomában nagyon gonoszak voltak az emberek. És Lótnak ezt látni kellett, ő ezt tudta. Viszont az anyagiak felé dőlt, és a könnyebb életet választotta, miközben teljesen kitette a családját ezeknek a kísértéseknek. És ennek később az eredményét meg is látjuk. Akkor Lót életében az, ami történt, az mihez köthető? Végül is az ő élete bizonyos értelemben összeomlott, félrecsúszott. Ez amúgy is bekövetkezett volna, ha egy szegényesebb vidékre költözik, vagy nem? Ezt most már nem tudjuk biztosan megmondani, azonban észrevehetjük azokat a törvényszerűségeket, amelyek megjelennek Lótnak az életében, vagy az ehhez hasonló embereknek az életében. Ismételném az előbbi gondolatomat, amelyet a műsor elején elmondtam, hogy
nincsen semmi gond azzal, hogy valaki a könnyebb életet keresi, vagy a Jóisten segítségével megvalósítja a könnyebb életet. Nincs abban semmi gond, hogyha valakinek egy olyan munkája van, hogy kétszer, vagy akár tízszer is többet keres, mint más, egy hétköznapi ember. A gond ott van, hogy mi következik ezután. Benjamin említette a semmittevést. Tehát, hogyha ennek a következménye a semmittevés lesz, hogy csak a mólokban ülök, hogy csak vásárolok, hogy minden héten ki kell cseréljem a ruhámat, ezek mind-mind egy olyan életformát alakítanak ki, ami veszélyezteti a lelki életemet. Lótnál pontosan ezt figyelhetjük meg. Tehát már annyira meghidegült a lelki érzékenysége a gonosszal szemben, hogy bár zavarta a lelke mélyén, zavarta az embereknek a gonoszsága, de mégis tehetetlen volt, úgy elviselte. Gondolom, hogy a szíve mélyén szerette ezt a gonoszságot. És itt van az a határvonal, amire nagyon figyelmesek kell legyünk. Észesen vesszük, és elkezdjük szeretni. Szeretni a semmittevést, szeretni az önmagunknak a mutogatását, az énünknek a kiemelését, és innentől kezdve már az ember csak mind csúszik, és csúszik, távolodik a Jóistentől. Jákob élettörténete azt bizonyítja, hogy minden ember tévedő, és az élete során kiléphet azokból a tévedésekből. Az ő életében pontosan egy lelki érték, egy lelkiekre való vágyódás, törekvés, hogy családi pap, család papjának a szerepét fel tudja vállalni, emiatt járt el rosszul, helytelenül becsapva édesapját, becsapva testvérét. Ő jól gyűjtötte a mennyei kincseket, vagy rosszul? Mit tudunk elmondani az ő történetéről? Én arra gondolok, hogy az jó dolog jót kívánni, főleg, hogy Isten ezt meg is ígéri előre. Viszont Jákobnak és amúgy Ábrahámnak is ez volt a tévedése, hogy nem várták ki, amíg Isten cselekszik. És ez a probléma, hogy olyan emberi eszközöket vett kézbe, ami nem lehet felhasználni a jó cél elérésében. Tehát Isten nem csak a célt nézi, hanem az eszközöket is, amiket használunk. És Jákob pedig rossz eszközökkel akart harcolni a jó cél elérésében. Isten ilyet soha nem tesz. Hogyha a záró gondolatokban Mózesről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy Mózes tudatából az egyiptomi tanítás, iskolák nem tudták kitörölni azt, hogy kicsoda valójában. Sem személyi öntudatát, sem nemzeti, sem vallási öntudatát. Ma ebben a világban egyre nagyobb törekvés van arra, hogy az ember ne tudja, hogy kicsoda, mit kezdjen az életével, milyen irányba haladjon, hogy mit évő legyen, és beálljon egy olyan robotszerű életbe, amit bárki el tud végezni. Illetve ugyanez a kérdés, ugyanez a törekvés látszik nemzeti kérdésekben és vallásos jellegű kérdésekben. Ez a globalizált világ egyre jobban beletaszít bennünket abba, hogy ne legyen személyiségünk. Mózesről azt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben, hogy hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Tehát Mózes tudta, hogy kicsoda, és mindent megtett azért, hogy eleget tegyen, még ha életének első szakaszában helytelenül is, de hogy elvégezze azt a feladatot, amit érzett, és végül a Jóisten megerősített benne. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk mi is megőrizni ezt a lelki identitásunkat itt a földi létben, hogy mennyei kincseket gyűjtsünk, és mennyei kincseket tudjunk felhalmozni ott, ahol a rozsda és a moly nem eszi meg. És itt most már fogalmazzuk meg a záró gondolatokat is egy-egy fél mondatban, fél percben. Nagyon érdekes észrevenni a történetben, hogy hogyan végzi Isten az ő munkáját. És hogyan gondoskodik arról, hogy Mózest, ismerve a szabadulásának a történetét, hogyan gondoskodik a Jóisten, hogy az édesanyja nevelje fel gyermekéveiben. És az édesanyja igenis nevelésében
biztosítja, hogy ez az identitás kialakuljon, legyen ez nemzeti, vallásos identitás. És amikor megvan ez az édesanyai nevelés, ez a szülői támogatás, akkor úgy Mózesnek, mint bármelyikünknek sokkal könnyebb ezt a döntést meghozni. A kérdésedre a válasz, hogy ez a mi személyes döntésünk, amit fel kell vállalnunk, hogy mi mellett állunk meg. Pontosan ezek a gondolatok forogtak nekem is az eszemben. Nincs az a kor, amikor már túl késő lenne döntést hozni. Viszont egy nagyon jó alap, és ezért mondtam, hogy nem szabad tévelyegni, mert a gonosz társaság jó erkölcsöt megront az ige is mondja. Pontosan ez a fordított eset, hogy Lót belevitte a családját egy olyan környezetbe, ahol nem tudta biztosítani a jó alapot. Jókébet pedig a Mózes anyukája pontosan visszaragadta, és 12 évig még ő tanította, amit később nem tudott kitörölni az Egyiptom bölcsei, meg az a bölcsesség, amit ott tanult. Köszönöm az elhangzó gondolatokat, hogy átbeszélhettük ezt a tanulmányt, a Jóisten áldása maradjon mindannyiunkkal. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Csupán egy gondolat maradt hátra, amit újból és újból megismételhetünk, és Istenek igéből olvasom ezt a gondolatot. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészt, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Segítsen meg az Úr, hogy jó helyre gyűjtsük a kincset, és ezek a kincsek mennyei kincsek legyenek, és legyen ott a mi szívünk, a Jóistennél. Amen.